hogy maga a népzenés mindig változott. Minden pillanatban társadalmi, gazdasági vagy a történelmi szituációk mindig igazították azt, hogy hogyan alakuljon a népzene. Ugyanígy alakul az a fajta elvárás, ahogy mondtam, vagy olyan fajta elképzelés a fiatalokban, az idősebbekben és akár a gyerekekben is, hogy minek kell megfelelni. Nagyon sok férfi nem tud a saját hazájában úgymond ember lenni, és gondolja, hogy majd másutt az lesz, de aki nem tud egyébként ember lenni, az lehet, hogy máshol sem fog. Nem biztos, hogy csak annyi egy férfi, hogy tényleg meg tudja oldani az életében akár az egzisztenciális gondjait, mert egy gazdag ember is lehet olyan nehéz helyzetben, ahol csak azt tudja mondani, hogy azért tudtam megtenni, mert férfi vagyok. A néptánc és a népzene viszont nagyon jól szolgálta azt, hogy a fiúk egymás közt is, illetve a lányoknak is jócskán bebizonyíthassák, hogy mire képesek, meg hát önmaguknak azért, hogy jól szórakozhassanak. Hitet, reményt és bizalmat kell adni egy nőnek ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy ő az. Férfinak kell, hogy legyen egy munkája, legyen egy lakás, ahol lakhasson, legyen keresete, legyen egy társa, vagy ennek alapján egy társa, legyenek gyerekei. Ez egy minimum ahhoz, hogy valaki úgy élhessen. Inkább a kezemet kétszer is megműtettem, és direkt behozottam egy hegedűt a kórházba, hogy méretre tudják igazítani a kezemet, mert másfél centi hiányzott azon, hogy tudjak-e hegedülni, és most azt megcsinálták, hogy fekvésváltást tudom csinálni rajta, úgyhogy ezért tudok muzsikálni. Ez is egy akaraterő. Thank you.